Itt vagyunk a horvát rajt céljában. Csücsüt kérdezem, hogy alakult a mai nap. Sajnos a nap eleje jól indult. A kategóriában úgy tűnt, hogy tudunk előrébb zárkózni, még a 4 perces büntetésünk hátrányos előnyi ellenére is. Mindent megtettem, eléggé tehát tudtunk felfele törni minden gyorsról gyorsra. Aztán elkezdődtek ezek a bal szerencsék, sajnos a kuplungunk sem működött, vagy hát a kuplung bovdán szakadt el, úgy kellett mennünk, tehát úgy rajtoltam a rajtba, hogy önindítóval. Volt olyan, hogy egy egész balos kanyart elfordultam önindítóval, mert nem indult be az autó. Aztán ennek tetézéseként a kormányszervónk sem működött, tehát az utolsó 30 kilométeres gyorsasági szervó nélkül az úgy eléggé meredek volt, pláne úgy, hogy egész hétvégén beteg voltam, tehát lázzal küzdködtem és egyebekkel, úgyhogy én most elfáradtam rendesen. Hát akkor az autó tulajdonképpen jól vagy rosszul vizsgázott az mostani versenyen? Hogy érzed? Nem tudom, ráírtuk, hogy eladó az autó, itt már többen mondták a versenyzők, hogy ilyet nem szabad csinálni egy autóval, és be kell lássuk, hogy ez most egy ilyen verseny. Lehet, hogy ő megbosszulta magát most. Tudhatunk arra is, hogy a következő versenyen más autóval fogsz indulni? Nem, de az biztos, hogy leveszem róla a feliratot. Arra mit lehet tudni, milyen eredményt értek el a mai nap? Két kerekesben nem tudom, mit értünk el. Azt tudom, hogy a 6-os kategóriában a 3. helyet megtartottuk. És hogy tetszett a verseny végül is, ez a horvát rally? Milyen benyomásokkal megyünk mész haza? Hát az eredményből kifolyólag rossz benyomásokkal, de egyébként szervezésügyileg pályák és egyéb dolgokban nagyon tetszett a hétvége. Mi választással hogy ment a jól megmond? Nem volt nagy mellényúlásunk. Ugye volt egy kis esőzés reggel, szerintem nem kellett volna intermédiával kimennünk, de sokan úgy mentek ki, tulajdonképpen szinte mindenki. De hát ez van, most végül is nem volt olyan nagy mellényúlás. Köszönöm szépen, hogy gratulálok még egyszer. Köszönöm.